Sziasztok! Megjöttek a másik csövek. Szóval most már 4 darab fekete anódos itt van, és őket élesszük. Ő ez a fele már él az erősítő. Már hogy ez a fele, ugye? Mert ez a fele jön most. Betápot neki. És készüljünk rá, hogy annak az áramát mérni kell. Ugye itt. Azaz DC-be. Nézzük meg, hogy mit tudunk. 1-es, 2-es csőnek az áramára. Szépen befűtöttünk. 1-es cső. Ugye le vannak tekerve a potméterek, úgyhogy nem mehet nagyon. 1 millivolt körül, és nagy baj nincs. Na. És 4,6 millivolt körül megy a másik. Hát ez ugye a 2-es potméter, az ekkora feszkót ad ki, nem lehet jobban elfolytani a dolgot. De hát ez nem egy olyan hú de nagy áram. Szóval most az összes csövet majd úgy egységesre be fogjuk állítani. Szerintem egy olyan 6 millivolt fog esni ezeken a 0,31 ohmokon, és akkor az még mindig egy nagyon B-osztályba húzó beállítás lesz. Ilyen 6 millivolt osztva a 0,33 ohmma. Az 18 milliamper, szóval 18 milliamper nyugalmi áram végcsövenként az még eléggé ennek a csőnek az esetében. Az egy jó AB osztályú beállítás, szóval 6 millivoltra tekerjünk be minden. Szépen lassan, ez egy több órás művelet, millivoltonként emelve, azaz csökkentve a potméterekkel a negatív rácselő feszültséget, és akkor úgy szépen be fog állni a dolog. És járatás, fél óra és visszamérés, és járatás, és visszamérés, és járatás, fél óra és visszamérés. Szóval ez egy 3-4 órás dolog lesz, hogy a 6 millivoltok, az 18 milliamperek meglegyenek. És akkor mind a 4 cső most már 6 millivolt a mérőellenálláson, azaz 18 milliamper körüli csőárammal, nyugalmi árammal megy. Most már itt egy fél órája kötyög, ez elment egy tizeddel. Ez a 3-as cső, ennek lehetne kicsit visszavenni, de egyelőre hagyjuk. És először most megmérjük ugye a másik csatornát, amit most élesztettem. Gyönyörű szépen néznek ki egyébként a csövek. És akkor most meg van hajtva 1 kHz-el, és ugyanúgy a lila sugár az egyik fele a hangszórónak, a sárga a másik, és a kettő összesen, ami a hangszórón van. Ugye most mind a két erősítő fokozat megy. A 200 millivolt per osztás, az 2 volt per osztás. Ez pedig 5 volt per osztás, ugye, mert 10-es osztóval van rádugva. És ennek fényében itt fogyunk el úgy szintén. 7,25, 7,25 vagy 27. Szóval 7,5 volt, az a 15 volt megvan a kimeneten ugyanúgy. A 8 ohmon, úgyhogy 2x28 wattos erősítő sikerült triódás üzembe katod visszacsatolva. Ugyanúgy megnézhetjük 200 millivolt köré visszatekerve az átvitelt, hogy ez hogy sikerült. És akkor mindjárt, hát ez egy telefon, szóval lehet, hogy ő is esik. Itt vagyunk 200-on, 203-4-en, és akkor menjünk föl 2 kHz-re, menjünk 20 Hz-re akkor, ha kiütöttem itt a számokat. RMS ugyanaz. Ugyanaz, mint az előbbi esetben, aztán adjunk neki 200 Hz-et. Tök ugyanaz. 2 kHz-et. Ugye itt látjátok a frekitot fönt is a szkópon. Itt is. És 20 kHz-et hiába adunk, mert ez egy telefon, de adjunk 189 millivolt, szóval 10 millivoltot esik, az az 5%-ot feszültségszínbe, ugye 20 logaritmus egyik fesz, másik fesz, az már úgy dB-s feszültségerősítés. Szóval nincs egy hatalmas esése, az tuti ennek a jó kis transformátornak, de hát a teló sem nagyon bírja. Egyébként mutatok egy érdekeset, az 1 kHz-es négyszöget. Ezt. Ami a telefonnak az 1 kHz-es négyszöge, az teljesen ugyanabba a formába adja vissza.
Vicces. Vicces. Szóval ugye a telefon az nem tud négyszögjelet, mert 20 kHz-ről beszél a négyszögjel, ugye ez nem más, mint hogyha, hogy mondjam, az alapfrekvenciának a többszöröse, az 1, a 3, mit tudom, hogy hányszorosa, egyre kisebb amplitúdóval össze van adva. És egy tökéletes négyszögjelhez a végtelen számú felharmonikus kéne összeadni egyre kisebb amplitúdóval, de nem az 1 kHz-et kéne tudni, hanem a végtelen kHz-et, akkor lenne egy tökéletes négyszög, amilyet rajzolsz a matek füzetbe, de olyan ugye nincsen, mert mindegyiknek van felfutása, túllövése, szóval ezek, hogy az ferde felfutás, van túllövése, lengése és tetőesése is akár. Na, de nem ez a lényeg, hanem hogy ez csak 20 kHz-ig tudja összerakni, és ilyen a telefonnak a négyszögjele. És a vicc az, hogy az erősítő ezt ugyanúgy átviszi, szóval hogy az jön ki, ami bemegy. Mondjuk a lilát ráköthetném a bemenetre, hát ha nem hisztek nekem pillanat. Szóval tessék, a telefonból az jön ki, ami a lila, és az erősítőből az, ami a sárga. Illetve az már a leosztott, a potin keresztüli zajjal terhelt, az a lila. De ilyen szépen tudja ugyanazt hozni a kimenetén az erősítő. Ugye ennek fényében ezt most meghallgatom. Na szóval! Rajta hangszóró. Fűtsük be! Fűtsük be a csodát! Azt hallgassuk meg a brumját. Lehalkítva és stb. Sajnos nem kötöttem rá a védőföldet, úgyhogy van neki zaja. Jó, azt mondom, de most innét már le nem veszem, mert hát van vagy 30 kiló és végre bemelegedett, úgyhogy én most megfülelem. Hát valami bitang pontos, energikus, erős hangja van. És egész jó kinézete. Majd akkor lesz igazából, amikor rákerül a trafó takaró. Ami ugye modellezve itt van. Csak hát ez porfestett tükrös fémdobozka lesz ott rajt. No, hát valami ilyesmi kinézet lesz, meg hát ugye lesznek ott még lábak. És így tovább, de az majd a következő részben, úgyhogy iratkozzatok fel, hogy arról sem maradjatok le. Sziasztok!